A bábolnai kukoricafesztivál ideje alatt roadshow keretében települt ki az Európai Unió által támogatott jogpont szolgálat, mely ingyenes jogi tanácsadást nyújt az érdeklődőknek. Munkajog, adójog, vállalkozási jog egyaránt szerepel azon a listán, mely körökben a szolgálat szakemberei ingyenesen segítik az ügyfeleket. Néhány évvel ezelőtt beszélgettünk a jogpont bábolnai lehetőségeiről, illetve díjtalan jogi tanácsadásokról. Most itt vagytok kint a bábolnai kukorica fesztiválon, szintén a jogponttal, egyfajta roadshow keretében, mint megtudtam. Mire szolgál ez a roadshow? Mit lehet tenni egy-egy ilyen kitelepülés alkalmával? Megismertetjük a jogsegély szolgálatnak ezzel a fajtájával ide látogatókat, és ennek a jogpontok annyiban módosult ez a szolgáltatás, hogy Európai Uniós integrált ingyenes szolgáltatás gyakorlatilag az egész ország területén működik már, és munkajog területén, adójog területén, vállalkozási jog területén tudunk tanácsokat adni az ügyfeleknek. A tanácsadáson túl az iratmintákkal el tudjuk már látni az ügyfeleket, esetleg iratmintákat tudunk szervezni, esetleg nyomon tudjuk kísérni az ügyeknek az állását, különböző megoldásokat tudunk javasolni a békéltető testülettől a bíróságig, és ez tulajdonképpen az előző, a korábbi jogsegélyszolgálattól már egy fejlettebb formában történik, mert ennek a jogsegélyszolgálatnak van egy telefonos változata, egy online változata, és van egy személyes jogsegélyszolgáltatás változata, amit bárki elérhet a jogpontoknak a elektronikus felületéről, vagy pedig a személyes megjelenés kapcsán Bábolnán hetenként csütörtökön van a családsegítőben a jogsegélyszolgálat, és csütörtökön 14-től 18 óráig tartjuk. Előzetes bejelentkezésre, de ha valaki éppen úgy gondolja, akkor jöhet. Elébe lehet menni a munkaügyi vitáknak, a vállalkozásokkal kapcsolatban is megfelelő segítségnyújtást tudunk adni. Kibővült ez a jogsegélyszolgálat azzal, hogy ismertetünk vállalkozásoknak, tehát akár egyéni vállalkozóról van szó, akár céges vállalkozóról van szó, támogatási szisztémákat, pályázatok elérhetőségéről tájékoztatjuk őket, és természetesen nyomon kísérjük a tanácsadás után történteket, és hát örülünk neki, mert jönnek a visszajelzések, hogy per nélkül esetleg egy békéltetéssel is meg tud oldódni az ügyük. Úgyhogy úgy vélem, hogy ez egy nagyon nagy segítség, és most már vannak rendszeresen visszajárók, akik először az első jogsegélyprojekt keretében még családjogi kéréssel jöttek, most már vállalkozási, akár társadalombiztosítási témákba is keresnek bennünket. Úgyhogy szélesedett a formája, mint ahogy említettem, most már online felület is van, telefonos felület, meg személyes találkozás is van, és úgy véljük, hogy sikeres. Nem véletlenül sikerült ezt a második projektet is megcsinálni, ugyanis 2015-ben lejárt az előző projekt, ez pedig 2016-ban indult és 2019-ben zárul, de tudomásom szerint már egy 2023-ig terjedő projekt is készülőben van.
Miért fontos, hogy az emberek ingyenes jogi tanácshoz jussanak? Ennyire bonyolult a jogi rendszerünk, vagy pedig ennyire megszaporodtak az emberek jogi problémái? Nem. Kitágult a világ. Az emberek már nem egyfajta jogviszonyban élnek, vagy munkaviszonyban, hanem vállalkoznak. Többféle formában vállalkoznak, akár egyéni vállalkozóként, akár társas vállalkozóként, de itt a munkavállalás is nem csak közigazgatásban történik, hanem történik mindenféle fajta vállalkozás is jelenthet munkaviszonyt, és bizony a jogszabályok is eltérőek a más-más munkaviszonyban álló munkavállalóknál. És hát természetesen most már belépett a közfoglalkoztatás is, az is egy külön terület, ott fölmerülnek nem csak bérezési, hanem például szabadság problémák. Tehát egy kicsit színesedett a világ, nem lett bonyolultabb, de egyre inkább szükségük van az embereknek a tájékozódásra, és hát nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy ügyvédhez menjen, kifizesse azt az ügyvédi munkadíjat, és itt ebbe a jogpont projekt keretében megkapja a szükséges tájékoztatást. Képviseletet nem vállalunk, de amit a képviseletig megtehetünk, azt mindent megteszünk. Mondom, most már bővült a szolgáltatásunk ezekkel az iratmintákkal, beadványokkal, társadalombiztosítás felé, munkavállalókkal szembe, vagy munkáltatókkal szembe, a különböző eljárásokba szükséges nyomtatványokat is rendelkezésre tudjuk bocsátani. Úgyhogy ennyi. Az emberek egy ilyen nyilvános lehetőségnél is bemernek jönni és érdeklődni mernek, mert azért nyilván itt kényes dolgokról van szó időnként. Természetesen ezért ezt a pultot berendeztük tulajdonképpen az érdeklődőknek, és a személyes találkozásra is elkülönítettünk egy ilyen kis tárgyalót, és akkor, ha olyan személyes természetű, akkor elvonulunk az ügyféllel, és ez jól esik nekik. Úgyhogy a mai napon minden formája volt már a kérdéseknek, a vállalkozási jogtól, a munkajogon át, az adójogig mindenféle kérdésben megkerestek bennünket. Úgyhogy, és megköszönték, úgy látom, hogy elégedetten mentek el, úgyhogy örülök neki. És úgy gondolom, hogy még az esti bezárásig még néhányan föl fognak keresni bennünket. Úgyhogy, és hozzátegyem, hogy bábolnaiak, nem bábolnaiak, most éppen a legutolsó ügyfél komáromi ügyfél volt. Úgyhogy működik a dolog.